Magánterület, tilos a belépés. Vajon minél sántikált néfi? Na-na, törpilla! A törp háza a vára. Minden törpnek joga van a saját magánéletéhez. Hú. Oda nézzetek. Ha, így már mindent értek. Hadd nézzem, menjetek odébb. Óhó, szia törpök! Mi az, mi folyik itt? Azaz, minden készen áll az eltüntetős trükkhöz. Na, most mit tüntessek el? Először tegyük bele a dobozt. Fordítsuk el 90 fokkal a nagy dobozt. Aztán kopogtassunk a dobozon. Most nyissuk ki a dobozt. És püf, már el is tűnt. Ó, a törpördögét biztosan hibáztam valahol. Ki van ott? Mit képzeltek, törpök? Miért leselkedtek? Hát mi csak bekukucskáltunk, akarom mondani, erre sétálgattunk, és... Ügyes kis trükk volt, Tréfi, és hogy ott maradt a kis doboz a nagyban? Nem akart eltűnni. De undok vagy, én csak gyakoroltam. És legtudomásul akkor csinálom meg az eltüntetős trükköt, amikor csak akarom. Ugyan már, Tréfi, ne nézz minket zöldfülű törpöknek. De még a füstöt sem tudtad eltüntetni. Ha meg tudod csinálni ezt a trükköt, akkor bizonyítsd be. Igen, bizonyítsd be. Hát rendben van, gyertek csak be. Tegyük be a dobozba, forgassuk el 90 fokkal, kopogtassuk a dobozat, és végül nyissuk. Szentséges törpeket, mi törpénhetett? Mindenki jól van. Én igazán nem szeretek árulkodni, de Tréfi már megint valami buta trükkel próbálkozott. Egyáltalán nem buta, hanem a nagy eltüntetős trükk. Abrakadabra varázsló könyvében olvastam. Oh. Abrakadabra könyvében? Azt is olvastam, hogy valahol messze innen egy labirintus kellős közepében él. Ezért a labirintus varázslójának is nevezik. Abrakadabra vagyok, a labirintus varázslója, a legnagyobb varázsló. Én alkottam a nagy eltüntető trükköt. Tassilo a nagy varázsló kivételesen ramatyul érzi magát. Tassilo, hova tüntettelek? Itt vagy, drága Tassilo. Mint már mondtam, ramatyul érzem magam. Egész nap csak attól rettegek, hogy valaki bejut ide, és megtudja, milyen kicsi vagyok. Szükségem van valakire, aki a gondomat viseli, aki kigyógyít a rettegésből, aki kedves, aki nem túl magas, valaki, aki olyan, mint törpapa. Yes! Sok éve, amikor még csak tanuló voltam, megszöktem gonosz mesteremtől, de eltévedtem az erdőben. Majdnem meghaltam, de törpapa rám talált, és adott nekem az egyik csodaszeréből. Ó, drága kis törpapa, azonnal ide is hívom, bár ha jól emlékszem, nem sokra értékelte a trükkjeimet. Bruno, Bruno, hol van, uram? Szóval itt van. Bruno, legyen olyan kedves, vigyél ezt a levelet törpapának. De ne csavarogjon el! Papa, te tudtad, hogy abrakadabra vadállatokat tart? Ez nagyon érdekes, Tréfi. És törpapa, képzeld el, még a leveleit is vadgalambbal küldi. Igazán? Mi ez? Levél nekem. Kedves törpapa, remélem levelem egészségben talál, én viszont nagyon beteg vagyok, és szükségem van rád. Ez a térkép majd eligazít a labirintusban. Üdvözöllek, Abrakadabra, a nagy varázsló. Hú, törpapa, te tényleg ismered Abrakadabra varázslót? Igen, de amikor megismertem, még csak tanuló volt. Törpapa ismeri, törpapa ismeri. Ó, törpapa, végre megtanulhatom az eltüntető trükköt. Azonnal induljunk. Nagyon sajnálom, Tréfi, de Abrakadabra igen beteg, egyedül megyek. Különben sem szereti a társaságot. Jaj, törpapa, vigyél magaddal, ígérem, hogy jó leszek. Nem, Tréfi, egyedül kell mennem. És most becsomagolok. Szervusztok, törpikéim, legyetek jók és szorgalmasak. Szervusz, törpapa! Várj, törpapa, itt egy csomag a varázslónak, annak a... Abrakadabrának! Itt vagyok!
Jaj, ne haragudj, törpapa. Légy jó, Tréfi, legyetek jók. Szia, Tréfi! Hé, te hová mész? A törpördögét. Törpapa után kell mennem. De Tréfi, törpapa világosan megmondta, hogy senki sem mehet vele. Igen, tudom, tudom, de mennem kell. Abrakadabra varázslónak szüksége van rám. És mi lesz, ha Tréfi eltéved? Vele megyek. Nem tudom elképzelni, hogy valaki varázslatosabb lehet nálam, úgyhogy megnézem magamnak ezt a varázslót. Hát, ha kapunk tőle valami varázsebédet, nem szabadna oda mennetek. Szia, okoska! Igen. Hé, várjatok! Működik! Szia, Biahu! Működik! Ej, ez a csodabot el fog vezetni minket azokhoz a tökéleten törpökhöz. És akkor... szagot kapott! Végre itt a labirintus. Először fordul jobbra, aztán balra. A harmadik saroknál megint jobbra, a negyediknél pedig balra. Na, mindjárt ott leszek, hála a törpegeknek. Ha-ho, abrakadabra! Csak, hogy itt vagy, törpapa, csak, hogy itt vagy. Örülök, hogy újra látlak, abrakadabra, és sajnálom, hogy beteg vagy. Jaj, ravagyul érzem magam. Végre, ez abrakadabra híres labirintusa. Abrakadabrához megyek, abrakadabrához. Ez az első trükk. De vajon mi lehet ez? Tényleg abrakadabra varázsruházában lennék. Nézzétek a labirintust, remélem nem fogunk eltévedni. Törpilla, erre bizony előbb is gondolhattál volna. Hé, várjatok meg! Na, már is eltévedtünk. Ezek az átkozott törpök. Mennyire utálom és gyűlölöm őket. Egyébként hol vagyok? Honnan tudjam én? Balra kell fordulnunk, mert ha a törp előveszi a józan eszét, rájön, hogyha eddig jobbra... várjatok meg! Azt hiszem, csak szaladgálunk körbe-körbe. Megmondtam, hallgatnotok kellett volna rám. Jaj, ne megyünk! Jaj, de ostoba a macska! Mit csinálsz, mi? Jaj, erre nem tudunk tovább menni. És arra sem. Ez az igazi zsákutca. Másszatok be szépen a zsákomba. Eszi, jaj, törpapa, gyorsan, eszi! Furcsa, pontosan emlékszem, hogy ide tettem a magvakat az orvosságodhoz. Kérlek, ne haragudj, törpapa, én... Tréfi, világosan megmondtam neked, hogy... Abrakadabra, a nagy varázsló szól hozzád. Ki vagy te, idegen? Ez itt Tréfi törp. Elnézést kell kérnem tőled, hogy... Csendet! Abrakadabra, varázsló, ezen ne! Te vagy Abrakadabra, a nagy varázsló. Most végre eltöltöm. Meglóktak, jaj, nem igaz, már megint meglóktak előlem. Jaj! Törpök, hát ti mit kerestek itt? Törpapa, Hókuszpók a nyomunkban van. Akkor gyorsan el kell bújnunk. Tréfi, bújj el gyorsan. Nem is vagy nagy varázsló, hiszen te félsz. Megvagy. És most megkeresem a többi kis nyomorultát. Semmi értelme a bujkálásnak. Az én csodabotom mindenkit megtalál. Abrakadabra, csinálj már valamit! Hé, kérném szépen, Hókuszpók uraság, volna szíves elengedni a vendégemet? Mondott itt valaki valamit? Én szóltam. Te szóltál? Hát,
te ki vagy, te rakás szerencsétlenség? Ó, hát én vagyok Abrakadabra, a nagy varázsló. Vagy, te nagy varázsló? Te vézda vakarék! Igen, uram, igaza van. Én nem vagyok varázsló, én még csak tanuló vagyok. Így van, uram? Á, nekem most nincs időm ilyen alakokra. Azonnal mondd meg, hogy hol van a többi törp. Abban a dobozban, tisztelt úr. Tegyük be a dobozba, aztán fordítsuk el balra, aztán koppintsunk rá, aztán nyissuk ki, és puf, már nincsenek sehol. Akkor is elkaplak benneteket, ha kell, az életem árán is. Sikerült! Törpapa, előjöhettek! Sikerült neki! Jaj, de jó! Hurrá! Köszönöm, törpapa, hogy elhoztad nekem az orvosságot és meggyógyítottál. Tessék, tréfi, a tiéd! Ez a második, legnagyobb trükköm. Kösz, abrakadabra! Ez igazán vicces!